Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket az ATV híradójában, én Gajdos Tamás vagyok. Telefonon hívta és Kijevbe invitálta Orbán Viktort Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök. Magyarországot Európai Unió második legszegényebb országa mögöttünk, már csak Bulgária áll. És vizsgálatot rendelt el a Ryanair ellen a miniszter, a légitársaság az utasokra hárítja a különadót. Nem volt egy jó úszás, okos úszás, de így is sikerült ilyen időt, világcsúcsot elérnem. Nem számítottam rá, hogy ilyen gyorsan megjavítom a 2019-es előző világcsúcsomat. A hazai közönség azonban segített ebben, ezt iratkozta Milák Kristóf, miután tegnap este 200 méter pillangón egy újabb elképesztő világcsúccsal világbajnok lett. Milák az első 100 méter után már egy testhosszal vezetett riválisai előtt végül 3 másodpercet vert a másodikra. A futam másik magyarja, Kenderesi Tamás a 6. helyen végzett. Milák Kristóf ezzel megszerezte a magyar úszóválogatott első aranyérmét a budapesti vizes világbajnokságon. Összevonják az önkormányzati és az EP választás, derült ki egy tegnap este benyújtott törvényjavaslatból. A Kocsis Máté által jegyzett javaslat szerint a jövőben, így már 2024-ben is egy napon kell tartani az önkormányzati és az európai parlamenti választásokat. A módosításból továbbá az is kiolvasható, hogy a tervek szerint a megyéket a jövőben vármegyékre nevezik át, amelyeket 2023. január 1-től a kormány megbízottak helyébe lépő főispánok fognak vezetni. Romániában 2,5-szer gyorsabban nőttek a nettó keresetek, mint Magyarországon a GKI gazdaságkutató elemzése szerint. Az elmúlt évek gyors keresetemelkedésének köszönhetően Magyarországon a bruttó és a nettó keresetek 2010-hez képest 2021-re egyaránt 2,2-szeresükre nőttek nominálisan, ami éves átlagban 7,3%-os növekedést jelent, számol be a cég. Hozzáteszik, Romániával összehasonlítva a hazai vállalkozások sokkal kisebb nettó keresetemelkedést tudtak elérni, közel ugyanolyan arányú költségövelésből. Ugyanis még a román nettó kereset 2012-ben 56%-a volt a magyarnak, addig 2021-ben már a 77%-a, derül ki az elemzésből. Az Európai Unió statisztikai hivatala szerint Magyarország a második legszegényebb állam az EU-ban. A magyar háztartások fogyasztása csupán az EU-s átlag 70%-át éri el. Ennél egyedül Bulgáriában rosszabb a helyzet. Hihetetlennek tűnő gyorsasággal állunk majd emelkedő pályára. Tavaly januárban még rendkívül optimista volt a miniszterelnök. Arról beszélt, hogy a koronavírus járvány után a magyar gazdaság és a fogyasztás is növekedésnek indul. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint most nem ez a helyzet. Az országok ár- és bérszínvonala közötti különbségeket is figyelembe véve a magyarok egyfőre jutó fogyasztása csupán az Európai Uniós átlag 70%-át érte el 2021-ben. A híradónk által megkérdezett járókelők is azt mondják, kevesebbet vásárolnak és nagyon megnézik, mire költik a pénzüket. Csak így lehet spórolni. Muszáj, mert riasztó híreket hall az ember. Az áremelkedések várhatók továbbra is, attól tartok. Mondjuk a pián lehet spórolni, a dohányárun, ezeken az élvezeti cikken kávé, aztán ennyi. Enni kell, úgyhogy ez van, nem tudunk mit csinálni. Az EU átlag 70%-át elérő fogyasztásunkkal az Eurostat szerint a második legszegényebb ország vagyunk az Unióban. A szlovákokkal állunk azonos szinten, de Romániától és Szlovéniától már jelentős az elmaradásunk. Az Unióban a magyar adatnál csak a bolgár rosszabb, 63%-kal. Ausztria mutatója 115%-os, aminél az egész EU-ban csak a luxemburgi, a dán, a német és a holland adat jobb. Mondhatnám a miniszterelnök szavaival, lesz, mert a holdról is látható. Tehát ez tényleg az a helyzet, amikor hosszú évek munkájával sikerült letornázni magunkat. 2010-ben Magyarország ezen a fogyasztási listán még 3 helyen állt előrébb. 11 év alatt ugyan 36%-kal nőtt a fogyasztás, de ez Közép-Kelet-Európában az utolsó helyre elegendő. Sándorfi Balázs pénzügyi elemző szerint ugyanakkor vannak olyan területek is, ahol nem a sor végén kullogunk. Magyarországon a lakosság eladósodottsága lényegesen kisebb, mint Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, sokkal, de sokkal kisebb, míg az egyfőre eső megtakarítás az pedig relatív jobb.
A felmérés az egyfőre jutó GDP-t is vizsgálta, ebben Magyarország az EU átlag 76%-át érte el, amivel szintén utolsó előttiek vagyunk. Július végéig kell nyilatkozni annak, aki továbbra is benne maradna a hitelmoratóriumban. A kormány a múlt héten döntött arról, hogy a törlesztő részletek fizetésére adott haladékot az év végéig meghosszabbítja. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hitelmoratórium fenntartása jelentős költségnövekedéssel járhat, ami elérheti a tartozás ötödét is. Az élelmiszerárstoppot és a benzinárstoppot október 1-ig, a kamatstoppot és a hitelmoratóriumot pedig december 31-ig tartjuk fenn. A kormány múlt heti döntése értelmében újabb fél éves haladékot kaptak a hitelmoratóriumban résztvevők a törlesztők fizetésére. Ez a lakossági hitelek 5%-át érinti, körülbelül 220 ezer szerződést. A kis cégek közül 2% maradt a moratóriumban, ami nagyjából 3000 megállapodást jelent. Az érintett kör július végéig kapott lehetőséget arra, hogy átgondolja, számára továbbra is válságos-e a helyzet. Kérdés, hogy vajon ténylegesen ilyen helyzet van-e, és hogy ez a helyzet meddig tart. A bank 360 alapos mérlegelést javasol a döntés előtt. Attól, hogy ezt az állam felkínálja ezt a lehetőséget, hogy ők benne maradjanak ebbe a moratóriumba, ettől még nem biztos, hogy az a legjobb döntés, hogy valaki benne maradjon. A hitelmoratóriumot a kormány 2020 tavaszán a járványügyi intézkedések részeként vezette be. Minden magánszemély és minden vállalkozás mai napig megkötött hiteleinek tőke és kamat fizetési kötelezettségét az év végéig felfüggesztjük. 2020-ban csak annak kellett nyilatkoznia, aki nem akart élni a lehetőséggel. Most éppen fordítva van, vagyis ha az illető nem nyilatkozik, akkor fizetnie kell a kölcsöntörlesztő részleteit. Tavaly óta egyébként már csak a gyermeket nevelők, nyugdíjasok, közfoglalkoztatottak maradhattak a hitelmoratóriumban. A kisvállalkozások közül pedig azok kérhették a folytatást, amelyeknek legalább 25%-kal csökkent az árbevétele. Ezt kimondhatjuk, hogy Európában ez már egyedülálló lehetőség Magyarországon. A Bankmonitor elemzője arra figyelmeztet, hogy a törlesztő részletek ugyan nem emelkednek, a futamidő viszont jelentősen hosszabbodik. Azt javaslom, hogy aki tudja, fizesse a hiteltörlesztését, ugyanis a hitelmoratórium miatt a kölcsön futamideje jelentősen meghosszabbodhat, ami azzal jár, hogy összességében többet kell visszafizetni az érintett adósoknak. 15 éves futamidővel számolva egy körülbelül 12 millió forintos tartozásnál, hitelmoratórium nélkül kicsit több, mint 18 millió forintot kell visszafizetni. Moratóriummal a végösszeg elérheti a 21,5 millió forintot is. Folytatódik a Ryanair és a kormány csörtéje. Varga Judit kedden soron kívüli vizsgálatot kezdeményezett a légitársasággal szemben. Az igazságügyi minisztérium azt írta, megengedhetetlen az a hangnem, amit a Ryanair használt. Újhely István szerint a kormány előzetesen nem gondoskodott arról, hogy a cégek ne hárítsák át a lakosokra az extra adót. A DK pedig úgy fogalmazott, idézem, Nagy Márton egy idióta. Most még nyugodtan, ráfizetés nélkül szállhatnak fel az utasok a Ryanair gépeire Ferihegyen. Azonban július 1-e után már 3900 forinttal többe kerül az utazás az ír fapados légitársaság gépein. A kormány ugyanis a légitársaságokat is extra profitadóval sújtja. Miután a Ryanair bejelentette, hogy az utasokra terheli az extra profitadót, a társaság és a kormány között nyilatkozatháború kezdődött. Az összetűzés kapcsán most az igazságügyi minisztérium is megszólalt. Szerintük az a hangnem, amit a Ryanair vezetése ütött meg a magyar kormánnyal szemben, megengedhetetlen. A kezdő lövést egy hete Michael O'Leary, a Ryanair vezetője adta le, aki azt mondta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszterről, idézem, ez a Nagy Márton egy komplett idióta, nem tudjuk megérteni azt az érvelést, hogy extra profit különadót kell kivetni a légiiparra. Nagy Márton válaszul azt írta, bár csak akkor is ilyen gyorsan születnének meg a légitársaság válaszai, amikor a magyar állampolgárok fordulnak hozzá ügyfélpanasszal, fogalmazott a gazdaságfejlesztési miniszter. Az igazságügyi minisztérium friss közleményében most hozzátette. A panaszok nagy száma miatt a fogyasztóvédelemért felelős miniszter, azaz Varga Judit, soron kívüli témavizsgálatot rendel el a társasággal szemben. A fogyasztóvédelmi vizsgálat kapcsán hétfőn Nagy Márton is megszólalt. A fogyasztóvédelmi hatóság remélhetőleg együttműködésben a Ryanair-rel és a Ryanair megfelelő együttműködése ott lesz.
föl fogja ezt tárni, és megfelelő javaslatokat el fogja készíteni. Jelen pillanatban a vizsgálat folyik. A DK egyértelműen a Ryanair mellett foglalt állást. A demokratikus koalíció szerint a Ryanair tulajdonosának egy dologban egészen biztosan igaza volt, Nagy Márton tényleg egy idióta. Újhely István támogatja a különadókat, azonban két problémát említett a kormány lépése kapcsán. Az egyik, hogy kihagyták belőle például azokat az oligarchákat, a kaszinó tulajdonosokat Magyarországon, akik valóban termeltek extra profitot, és közben még nem gondoskodtak arról, hogy ne hárítsák át a különböző szolgáltatók a lakossággal ezeket az adókat. A szocialisták EP képviselője színvonaltalannak nevezte a kormány kommunikációját a Ryanair-rel szemben. Egyelőre csak a Ryanair-t érintheti a rendkívüli ellenőrzés, tudatta az igazságügyi minisztérium az atv.hu-val. A minisztérium közlése szerint a fogyasztóvédelmi vizsgálat egész nyáron zajlik majd, aminek a végén akár 2 milliárd forintra is megbírságolhatják a Ryanair-t. 120 milliárd forintos beruházással új gyáregységet épít Győrben az Audi, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt mondta, hogy ezzel a gyár 500 újabb munkahelyet hoz létre. Az új üzemben a Volkswagen koncern legújabb elektromos motorjait gyártják majd. A termelés 2025-ben kezdődik, amihez a cég egy új gyártóterületet alakít ki. A kormány 8,5 milliárd forinttal támogatja a fejlesztést. Magyarország már most is a globális autóipari átalakulás éllovasai közé tartozik, mondta a miniszter. A gépjárműipar, az autóipar globálisan is egy forradalmi időszakot él át, hiszen most már minden az elektromos meghajtásról szól, és nem túlzás az sem kijelenteni, hogy az az ország, amely az elektromos autóiparhoz kapcsolódó beruházásokat meg tudja nyerni, az a jövő gazdasági növekedésének lehetőségét is megnyeri magának. Elutasította a globális minimumadót az országgyűlés. A kormánypárti érvek szerint a multinacionális cégekre kivetendő 15%-os adó rontaná Magyarország versenyképességét. Az ellenzéki pártok viszont azt állítják, hogy a kormány egyértelműen a multik pártjára állt. Az előttünk fekvő határozati javaslat a globális minimumadó bevezetésének ellenzéséről szól. Kivételes eljárásban tárgyalta az országgyűlés kedden a globális minimumadóról szóló határozati javaslatot, ami 140 ország társasági adórendszerét egységesíteni. Az erről szóló egyeztetést 2018-ban kezdeményezte az OECD. Az eredeti cél az volt, hogy a tagállamok egységesen 15%-os adót vessenek ki a nagy technológiai cégekre. Ezt a magyar kormány is támogatta. Azonban az Európai Parlament egy olyan úgynevezett második pillér kidolgozásába kezdett ezzel párhuzamosan, amely nem csak az óriás technológiai vállalatokra, hanem valamennyi vállalatra kiterjeszteni ezt az általános globális 15%-os minimumadót. A gazdasági bizottság elnöke szerint ez az új európai irányelv versenyhátrányba hozná Európát. Magyarországról pedig a magasabb adózás miatt a vállalatok kivinnék a nyerességüket az országból. Ezért a kormány csak az eredeti célt, a tech óriások adóztatását támogatja. A Fidesz egyértelműen a globális nagy multinacionális cégek pártjára állt. Én el tudom fogadni, hogyha nem lesz globális minimumadó, de akkor Magyarország kormánya valósítsa meg a közterviselést. A Momentum szerint a 9%-os hazai társasági adóval csak a multik járnak jól. Hiszen így csökken a vállalatok által az államkasszába befizetett összeg, amelyből fejleszteni lehetne az iskolákat, a kórházakat, a munkahelyeket. Az ellenzéki pártok közül csak a Mi Hazánk ellenzi a globális minimumadót. A párt elfogadhatatlannak nevezte, hogy a Google és a Facebook, melyeknek 4-szer, illetve 2-szer akkora a bevétele, mint a magyar államháztartás, nem adóznak. Ezért semmiféleképpen nem tudjuk a globális minimumadót ebben a formájában támogatni, tehát magyarán szólva támogatjuk, és meg is fogjuk szavazni a magyar vétót. Amennyiben viszont a tech óriások megadóztatása visszakerül a globális minimumadóról szóló javaslatba, a Mi Hazánk is támogatni fogja a kezdeményezést. A Híradónknak nyilatkozó közgazdász szerint a globális minimumadó szükségszerű és elkerülhetetlen. Én hibásnak gondolom azt a magyar álláspontot, kormányálláspontot, hogy taktikai előnyökért most egy komoly elvet fel akarnak adni. Az országgyűlés 118 igen, 32 nem és 6 tartózkodó szavazat mellett elutasította a globális minimumadót. Ha nincs uniós pénz, alacsonyabb lesz a növekedés, és magasabb lesz az eladósodottság, így vélekedik Oszkó Péter.
A Bajnai kormány pénzügyminisztere szerint nem látszik, hogy rövid távon létrejöhetne a megállapodás az Európai Bizottsággal, aminek jele az is, hogy a magyar kormány a deviza alapú államadóság irányába fordult. A globális minimumadóról Szkó Péter azt mondta, hogy a kormány szempontjából racionális döntés volt vétót emelni. Jelenlegi magyar gazdasági szerkezetben ez a 9% egyébként ebben igaza van a kormánynak, ez egy versenyképességi előny. Épp azért, mert Magyarország még mindig az olcsó munkaerővel és az alacsony adóterhekkel versenyezt. Árufeltöltőként és tábori animátorként helyezkedik el sok pedagógus a nyári szünetben, hogy kiegészítse a fizetését. Többen a felmondásukat is letétbe helyezték, és azt várják, hogy a következő 2 hónapban lép-e valamit irányukba a kormány, mondta a Híradónknak a pedagógus szakszervezet elnöke. Szabó Zsuzsa szerint, amennyiben nem jön pozitív fordulat, szeptemberben számos iskolában nem tudják elkezdeni a tanévet, mert tömegével hagyják el a pályát a pedagógusok. Pedagógus családban nőttem fel, édesanyám, édesapám, nagyszülők is pedagógusok voltak, és nagyon szeretek a gyerekekkel foglalkozni, illetve én nem szerettem volna soha más lenni, én csak tanítani szerettem volna. Eszter 2015 óta tanít, 30 éves lesz, van egy kislánya. Mielőtt elmesélte volna a történetét, azt kérte, csak a keresztnevét írjuk ki, és takarjuk el az arcát. Eszter tavalyi év vége óta úgy érzi, szakmája nincs megbecsülve. Egyre nagyobb a terhelés, több az adminisztráció, a gyerekekre pedig kevesebb idő jut, pedig heti 32-40 órát tölt az iskolában. Hogyha nem vagyok táppénzen, és egy teljes hónapot végig dolgozok, az 120 ezer forint, amit készhez kapok. Eszter a szüleitől örökölt házban él, miután kifizeti a rezsit és megveszi az ételt, egy pizza rendelés már nem fér bele a keretbe, és az is előfordul, hogy a hónap végére 5000 forintja marad. Idén a tanév befejezése után azonnal mellékállást keresett, egy nyári táborban animátor. A gyerekeket kézműves foglalkozásokon veszünk részt, mozgásos fejlesztős játékokkal 8-tól 4-ig, és háromszoros étkezés biztosít itt nekünk a munkáltató, és a kétszeresét kapom kéthez, mint hogyha egy iskolában dolgozni. Eszter még egy tanévet kivár, de gondolkodik a pálya elhagyásom. Az országot jártam az elmúlt időszakban, Vas megyében azt hallottam a pedagógus kollégáktól, hogy a Lidl-ben fognak dolgozni. A pedagógusok szakszervezetének elnöke Híradónknak elmondta, a 150 ezer pedagógus közül nyáron nagyon sokan vállalnak mellékállást, mert ezzel jóval többet keresnek részmunkaidőben, mint pedagógusként főállásban. Ugyanakkor nem ez a legnagyobb baj, hanem az, hogy a következő évtől várhat tömegesen hagyják el a pályát. Több megyében találkoztam kollégákkal, és minden egyes tantestületből hoztak olyan hírt a jelenlévő értekezleten résztvevő kollégák, hogy az ő tantestületéből 5, 8, 12, 3. Tehát a rendszer szinten álltak fel már most a tanév végén, és mondták, hogy nem az oktatásban fognak elhelyezkedni, hanem bárhol máshol. Szabó Zsuzsa hangsúlyozta, sokan már letétbe helyezték a felmondásukat, de kivárják a nyári szünetet, hát ha lép valamit a kormány. Kijevi látogatásra hívta meg Orbán Viktort az ukrán elnök Volodymyr Zelenszkij, telefonon hívta fel a magyar miniszterelnököt. Zelenszkij megköszönte, hogy Magyarország ukránokat fogad be és támogatja Ukrajna uniós tagjelölti státuszát. Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár is beszámolt a telefonbeszélgetésről, de az ő tájékoztatójából kimaradt a meghívásra vonatkozó rész. Az uniós vezetők közül szinte mindenki ellátogatott már az ukrán fővárosba, kivéve a magyar kormányfőt. Újra Harkivot bombáz az orosz hadsereg, a 1,5 milliós kelet-ukrajnai városban lakónegyedeket vettek tűz alá az oroszok. Többen is meghaltak, több kerületben pedig elment az áram, nincs víz és szünetel a telefonösszekötetés. Közben a megszállók a Donbászban brutális erővel ostromolják a stratégiai fontosságú városokat. Vlagyimir Putyin pedig bejelentette, hogy tovább fejlesztik az orosz hadsereget. Lángokban áll ez az iskolaépület a kelet-ukrajnai Avgyijivkában, miután orosz bomba találat érte. A városban ez a harmadik iskola, amelyet az oroszok tűz alá vettek. A Donbászban összesen mintegy 200 oktatási intézmény jutott hasonló sorsra. A kelet-ukrajnai ipari övezet elfoglalásáért brutális offenzívát indított az orosz hadsereg. A több mint fél magyarországnyi területen a megszállók mindenek előtt a stratégiai fontosságú Szeverodonyeszket igyekeznek elfoglalni.
Az ukrán hadsereg már csak az Azot vegyi üzem területét tartja ellenőrzés alatt. Az ellenség abba a toronyházba vette be magát, amelyik kigyulladt. Mi tankokkal lőjük az épületet, mondta ez az oroszoknak alárendelt lázadó. A területen még mindig vannak civilek, ők a pincékben várják a harcok végét. Minden reggel felmegyünk, megnézzük, hogy van-e még épület a fejünk fölött, mondja ez a helyi lakos. Az orosz légierő délen Szumi és Mikolajiv, északkeleten pedig Harkiv megyét támadja. Az ukrán elnök szerint az ország nehéz hét elé néz. A legkeményebb harcok Liszicsánszkban és Szeverodonyeckben vannak. Ezt a gonosz orosz offenzívát csak a harcmezőn lehet lecsillapítani, jelentette ki Volodymyr Zelenszky. Aki Kijevben fogadta Ben Stillert. A hollywoodi sztár, aki az ENSZ jószolgálati nagykövete, hősnek nevezte az ukrán államfőt. Az orosz elnök tovább erősíti a hadseregét. Fegyveres erőinknek rendelkezésére áll az S-500-as légvédelmi rendszer, amelynek nincs párja. Emellett évvégéig hadrendbe állítjuk a Szarmat, interkontinentális ballisztikus rakétát, mondta Putyin. A brit külügyminiszter további szankciókat helyezett kilátásba Oroszország ellen. Liz Truss azt is elmondta, hogy az Egyesült Királyság még több fegyvert szállít Ukrajnának. A német kancellár is ígéretet tett arra, hogy Berlin addig küldi a fegyvereket az ukrán hadseregnek, amíg szükség van rá. Mint Olaf Scholz fogalmazott, Ukrajna az európai családhoz tartozik. Elárverezte a Nobel-díját egy orosz újságíró. Dmitri Muratov, a Novaya Gazeta volt főszerkesztője, tavaly kapta meg az elismerést. Az árverésen több mint 103 millió dollár, átszámítva 39 milliárd forintnyi összeg folyt be. A bevételt közvetlenül a UNICEF kapja. A pénzt az ukrán elleni orosz agresszió miatt lakóhelyüket elhagyni kényszerült gyerekek megsegítésére fordítják. A háború elől 12 millió ukrán menekült el, jelentős részük gyermek. Híradók után hamarosan kezdődik a start, ma is Köbör Anitával várjuk Önöket, és tőle tudjuk, meg tőle várjuk most a friss híreket, milyen beszélgetések, milyen témák következnek. Szervusz, Anita! Így van, szervusz Tamás, jó reggelt, köszöntöm a kedves nézőket is. Már is mondom, mivel kezdjük, természetesen most már az új rend szerint a szigorlattal startol a start. Itt lesz velünk Csőzik László ért polgármestere, ugyanis egyre nagyobb a probléma Budapest agglomerációs területein. Nagyon sok település gyakorlatilag ellep a szemét, és a házak előtt hegyekben áll a zöld hulladék és a szelektív hulladék. Ugyanakkor probléma egyébként az a fajta kiköltözési hullám is, amivel egyelőre nem bír el az a szociális háló, amivel a települések rendel. Erről is fogjuk természetesen Csőzik Lászlót kérdezni. Kamasz Melindával, ő lesz egyébként a vendégkérdezőnk. Itt lesz aztán többek között Fekete Győr András is, ugye a Momentum frakció vezetője is. Vele a most már napok óta lázban tartó kérdésről, a globális minimum adóról fogunk majd beszélgetni, illetve a Momentum bemutatott egy mentőcsomagot, erről fogom majd Fekete Győr Andrást kérdezni. Némiképp úgy érzem, hogy kis túlzással nevezhető mentőcsomagnak, mert az álláspontjuk egyelőre annyi, hogy csatlakozni kéne az Európai Ügyészséghez, de hát ha ki fogja nekünk bontani azt, hogy a csomag alatt ők mit értenek a gyakorlatban. És itt lesz velünk például Záher Gábor toxikológus is, egy új őrület tombol a fiatalok körében, ez az Elfbár. Ha ez valakinek esetleg jelenleg nem mond semmit, ne csodálkozzon rajta, annyira új, hogy gyakorlatilag a Z-generáció ismeri és használja. Egyfajta dohánytermékről van szó, de hogy pontosan mit jelent és miért veszélyes annyira a fiatalokról, erről fogunk például Záher Gáborról beszélgetni. És aztán lesz szemtől szemben is, de ennek részleteit kibontjuk akkor, ha már te is itt leszel velem a stúdióban. Így lesz, igyekszem, Anita, köszönöm szépen az invitálást, és a nézőknek is ajánlom figyelmébe, ha már reggel is tartod. A Start plusszal együtt egész 8:30-ig tart műsorunk, miközben 7 órakor még friss hírekkel is szolgálok Önöknek. Maradjanak velünk, nézzék az ATV-t egész reggel, ha tetszik.